Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő fél attól, hogy elveszít téged. Itt ennél a jóslásnál, ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható. Előtted a te lelki társad. Fölötted nincsenek kártyák. És az azt jelenti, te nem engeded azt meg, hogy mások olvassanak a gondolataidban. Titokzatos vagy, de ő is, hiszen az ő feje felett szintén nincsenek kártyák. Alattad itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát te visszahúzódó vagy, láthatatlan az ő számára, ott vagy a háta mögött ugyan, de ő nem lát téged, és ő tudja az, hogy valami megváltozott, és fél attól, hogy az egerek eltávolítanak téged, fél attól, hogy elrabol téged valaki, hogy elveszít téged. Itt látható ez a virág csokor, és az jelenti a te szépségedet, a te nőiességedet, itt a kígyó a változásokat, tehát valami megváltozott a külsődön, amit ő észrevett. És ő úgy gondolja, hogy te tetszeni akarsz másoknak, mint például egy másik férfinak, ő féltékeny, de ezt ő nem mondja ki. Itt lesz egy találkozás, hiszen a sors utatok újra találkozik, és a nap jelenti azt, hogy itt megvan a vonzalom kettőtök között. Ez a kígyó jelenti a megújulásokat, a változásokat, de lehet egy hölgy is, és ez a hölgy jó indulattal közeledik hozzád, lehet, hogy itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, vagy egy meghívás. Ez a hölgy, ez lehet kolléganő, vagy egy barátnő, vagy valaki a családból, szeretné azt, ha ti itt találkoznátok. A téli hónapokban valami nagyon nehéz volt, átláthatatlan, olyan fárasztó, de most itt látható a változás, amire ez a kártya utal, és ez a fordulat, ez a változás, amit a gólyák jelentenek, ez szerencsét hoz. Nem csak ami kettőtöket illet, hanem ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, itt megvan az erő, itt lesz nyeremény. A gyermek jelenthet természetesen gyermekeket is, de utal egy új kezdetre. És itt van a hűség, a barátságok, a kála virág jelenti az, hogy hamarosan rendeződik, tisztázódik itt valami kettőtök között. Itt lesznek fontos beszélgetések, és a park jelenti a nyilvánosságot. A téli hónapokban ez nem volt meg, hiszen a felhő ott volt a nyilvánosság fölött, és mindig úgy érezted, hogy mások nem vesznek észre téged, vagy átnéznek rajtad. Lehet, hogy nála voltak ilyen gondolatok, de itt most lesz egy változás, és ez a virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, és ez a park akkor a nyilvánosságot, a felhő, ez a nehéz helyzet, a múltban ez elmúlik, és akkor itt van az életerő, a szerencse, az anyagiakat illetően is, és a kapcsolatotokat illetően is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!